sziasztok, és üdv újra a csatornán. A mai videó nem lesz más, mint egy újabb sorozat kezdete itt a csatornán, melynek témája a színek kezdőknek lenne, vagy valami hasonló címet szeretnénk neki adni. És gyakorlatilag annyi lenne a lényeg, hogy végigmegyünk szépen a színeken, és megmutatom nektek, hogy hogyan tudjátok beépíteni a sminkjétekbe a különböző színeket, hiszen tudom, hogy sokan nem sminkelnek olyan erősen és színesen, ahogy én szoktam, hogy úgy mondjam. De biztos sokakat érdekel az, hogy hogyan lehetne kicsit színesebbé tenni a sminkünket, de nem feltétlenül tudják, hogy hogy kezdjék el, mi legyen az első lépés és hogyan csinálják. És úgy gondoltam, hogy ez a sorozat remek lesz azoknak az embereknek, akik pont ezen gondolkoznak most. Az első színnek pedig a rózsaszínt választottam, mint ahogy most ezt rajtam láthatjátok, hiszen úgy gondoltam, hogy a rózsaszín az egyik legegyszerűbben és legkönnyebben beépíthető szín a smink rutinunkban, hiszen nagyon jól megy a fehérekhez, a nudokhoz, a barnákhoz, látjátok, nagyon kis romantikus, egyszerű, mégis van valami szín rajtam gyakorlatilag, úgyhogy ma ezt a sminket fogom nektek megmutatni, és remélem ti is kipróbáljátok otthon. És nem más fogok ehhez használni, mint a Sleek, de nehezen nyílik, mint a Sleek Cosmetics Oh So Special palettáját, aminek ez az oldala konkrétan remek azoknak, akik próbálkoznak a rózsaszínnel, hiszen van itt bézs, nude, világos rózsaszín, kicsit sötétebb, de még mindig világos rózsaszín, van itt kicsit lilás, metálos rózsaszín, hideg, metálos rózsaszín, a másik fele pedig hideg, neutrális színek, egy-két ilyen szürkés kékkel, vagy szürkés feketével. Úgyhogy ezt a palettát nagyon ajánlom azoknak, akik szeretnének egy kis szint vinni az életükbe, de még mindig megmaradnának az egyszerű, mégis nagyszerű sminkeknél. Úgyhogy nem is húzom tovább a szót, kezdjünk is bele. Legelőször ezt a halvány rózsaszínes barackos árnyalatot fogom feltenni a külső vémhez. Gyakorlatilag mindenhova szépen elsatírozom, ez adni fog egy kis alapot. So baby, roll the dice with flies, highest kites, eyes wide shut. Majd pedig ezt a színt mélyítjük ezzel a kicsit sötétebb, de még mindig nem túl sötét rózsaszínnel. Nagyjából ugyanoda fogom feltenni. We don't worry about anything now. Ooh, this is my mood. Pedig egy lapos fejű ecsettel ezt a fehéret fogom eldolgozni itt a belső szemhézőkbe, és összedolgozom a pinket és a fehéret. Majd pedig ezt a nagyon bézs színt eldolgozom az alsó szempillasoromon. This is my mood, never ever felt so good. Majd ezt a sötétebb pinket nagyon-nagyon-nagyon picit, éppen hogy itt az alján is eldolgozom és összekötöm a felsővel. Mivel ez egy nagyon kis romantikus és egyszerű smink, nem fogok tica szemet vagy bármilyen szemhétust feltenni, de ha te szeretnél, akkor nyugodtan. Ehelyett rögtön rá is térek a szempillaspirálra, és a Maybelline The Falsies Push a Dramát fogom használni. Végezetül pedig rúzsnak szintén egy visszafogott árnyalatot választottam, ami pedig a Maybelline Vivid Matte Folyékony Rouge Nude Thrill árnyalatban. Ez egy kicsit rózsaszínesebb nude szín, ami remekül fog passzolni ehhez a nagyon egyszerű, de mégis romantikus munkánkat. És ezzel készen is vagyunk.
ennyi volt már ez a videó. Hogyha tetszett nektek ez az új sorozat ötlet, akkor írjátok meg nekem kommentben, hogy még szín legyen a legközelebbi áldozat. És ne felejtsetek el feliratkozni se a csatornára, hogy le ne maradjatok a többi videómról. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!